Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, gyógynövény jóslás. Ezek a kártyák az én kártyáim, gyógynövények. Mutatom a csomagolást, és ezzel jósolok számotokra. A kérdés az, mi hoz nektek szerencsét? Azt mutatja itt ez a gyógynövény, ez a kártya. Ez németül Gold Rute, így hívják ezt a növényt, gold aranyat jelent, tehát az arany hoz számotokra szerencsét. Vagy kaptok valamit ajándékba, és ez szerencsét hoz, arany, vagy egy arany gyűrű, az lehet egy eljegyzés is. Viszont, ha így aranyról van szó, az nem csak az ékszereket jelenti, hanem az értékeket, vagy a vagyoni dolgokat. És pontosan ez hoz számotokra szerencsét. Ezt a növényt magyarul aranyvesszőnek nevezik, tehát ebben a fogalomban is benne van az arany, tehát ez az érték. És ez a szerencsétek. Mi, ami akadályoz abban, hogy ezt az aranyat kézbe vegyétek, ezt ez a gyógynövény mutatja. Németül ez azt jelenti, hogy Berufskraut, und Beruf az a munkát jelenti, vagy a munkahelyet. Tehát a jelenlegi munkahely az akadályoz benneteket abban, hogy az értékek megnövekedjenek. De az is lehet, hogy szeretnétek munkahelyet változtatni, de féltek ettől, tehát vannak itt félelmek is. A harmadik kérdés pedig az, mi segít, ezt mutatja itt ez a kártya, ez a növény, házi len, ebből korábban textíliát készítettek, amit már az antik időben is ismertek. Ezt a lent, ezt a textíliát például a piramisokban is találták, ezt a növényt és ennek a használatát, ebből textíliát készíteni, tehát már az ősi egyiptomiak is ismerték. Itt régi dolgokról van szó, és pontosan az segít, hogy szerencsétek legyen. Egy volt kapcsolat, vagy emlékek, az is lehet, hogy örökösödés útján javul az anyagi helyzet. Amit még szeretnék mondani erről az aranyvesszőről, hogy milyen gyógyhatása van, teát készíthettek belőle, tehát ezt a teát, vagy ezt a folyadékot használhatjátok szájvízként, a száj öblítésére előnyös, és így hat, mint gyógynövény. És ez volt a gyógynövény jóslásom. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!